Üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t és a Pilpult látják, én Kende Péter vagyok, és a Pilpul, akkor természetesen Kardos Péterrel fogok beszélgetni, most is, Zoomon keresztül, úgyhogy nagy tisztelettel üdvözöllek a stúdióból. Köszönöm szépen, viszont. És ugye el kell áruljuk a nézőknek, hogy ezt általában péntekenként szoktuk rögzíteni a Pilpult, most korábban tesszük ezt, hiszen péntek az már egy ilyen nagyon készülődős nap, hiszen péntek este köszönt ránk Jom Kippur ünnepe. De mielőtt a Jom Kippurról beszélnénk, annyi minden történt a héten, úgyhogy érdemes ezt mind-mind jó alaposan körbejárni. Magyarországon is és a világban is, így Izraelben is nagyon sok minden történt. Hogy látod a helyzetet? Alkatomból kifolyólag és tulajdonságaimból kifolyólag pessimistán tudnék, már a megtörtént események, amik Magyarországon zajlottak, hát elsősorban az október 7-i eseményekre való megemlékezésre gondolok. Vannak, akik tánccal emlékeztek meg, és voltak, akik mécses gyújtással. Lehet, hogy egy begyepesedett, öreg, elmeszesedett ember vagyok, de hozzám közelebb állt a mécses gyújtás, mint a tánc. Elfogadom, amit mondasz. Én nyilvánvalóan a koromból adódóan azt mondom, hogy én számomra az is elfogadható, hiszen azt jelenti, hogy mégsem sikerült legyőzni, megsemmisíteni a zsidókat. Úgy unblock nézze az egészet. Péterke, amikor annyi idős voltam, mint te, lehet, hogy én is így láttam volna. De hát ez most már egy... ezt rognák szükez. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy te adott, melyik megemlékezésen voltál ott? De lelkileg mindegyiken ott voltam, fizikailag a Vörösmarty téren voltam. Utána végignéztem a Dohánytemplomot. A legméltóbbnak, ez megint szubjektív, én a Dohánytemplomi visszaemlékezést tartom. Ez nyilván korfüggő, nem tudom, hogy akik táncoltak előtte a Vörösmartyén, azok most ott gyászban ültek a dohányba, szóval két műfaj, ami nálam ütközik. Érdekes volt a dohány, mert a tudósításokat olvastam, a hozzászólásokat olvastam. Azt éreztem, hogy ugye minden ilyen megemlékezésen, vagy minden ilyen rendezvényen az számomra az egyik legnagyobb baj, általánosságba véve szeretném leszögezni, hogy nagyon sok ember érzi úgy, amikor szervezik a rendezvényt, hogy ő neki föl kell szólalnia, meg kell szólalnia. És ezáltal ilyen hosszú-hosszú beszédek jönnek, illetve sok beszéd jön, ami összességében baromi hosszú, és ezáltal magának a rendezvénynek a fényét csökkenti. De most azt láttam, hogy mindez sikerült ezt a problémát megoldani, tehát hogy összességében valóban jól sikerült ez a rendezvény. Na most az lenne a kérdésem hozzád, mi a véleményed róla, ez egy egyszeri esemény volt, vagy minden évben lesz-e? Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt, ha én bármifajta tanácsadója lennék akárkinek, lett légyen Izrael államnak, lett légyen a zsidó világkongresszusnak, vagy bárkinek, aki ilyen ügyben mondjuk illetékes, azt mondanám, hogy október 7-e, innentől kezdve minden évben kerüljön be a különböző megemlékezések sorába. Ne egy egyszeri alkalom legyen. És azt is megmondom, miért. Mert mi is beszéltünk róla többször, hogy ennek az elmúlt egy évnek milyen sok negatív jelentése van a világ zsidóságára tekintette. És nekünk az a dolgunk, hogy próbáljuk meg így is megmagyarázni, hogy azok a különböző antiszemita felhangok, amik az elmúlt egy évben megerősödtek, azoknak nincs értelme. Tehát én így gondolom.
Kénytelen vagyok, hogy 45-ben, pontosabban 46-ban, mikor a felszabadulás első éves évfordulója volt, hasonló óriási program volt a Dohánytemplomba és környékén. És azért 80 év alatt utána, hát hogy mondjam, most is van a január 18-a gettó felszabadulás évfordulója. De ez most már mondjuk egyenletesebb színvonal, vagy egy egyenletesebb áramlatú valami, hogy erre gondolsz, hogy esetleg 80 év múlva is megemlékeznek erről igen, a október igen, igen, igen. Azért, mert ez egy akkora tragédia mindenféle szempontból. És a jövő szempontjából is egy nagy, tehát, hogy, mert ugye számos mítosz is ledölt október 7-én. És ahhoz, hogy ezeket a mítoszokat újraépítsük, az szükséges az, hogy minden évben megemlékezzünk róla. Na most fogod megbánni, hogy engem szólítottál meg. Most fogod megbánni, tudnilik, mondod, hogy ez legyen ugyanúgy minden évi program része. Hozzátenném, remélem tiszta szívből, hogy nem történik ennél nagyobb. Tudni, ha ennél nagyobb történik, akkor arról fogunk megemlékezni. Isten őrizze! Természetesen. Én is ezt mondom, én is ezt mondom. És ennek kapcsán akkor nézzük meg, hogy az izraeli történések most hogyan állnak, ugye? A ma reggeli hírekből azt lehetett olvasni, hogy ugye most északon zajlik leginkább a háború, a Hezbollah-kal szemben, hogy a Hezbollah azt mondta eddig, hogy bármilyen tárgyalás csak akkor enged Izraelnek, csak akkor ül le vele egy asztalhoz tárgyalni, hogyha a gázai kérdés megoldódik. Most már azt mondja Hezbollah, hogy Gázától függetlenül szeretnénk megállapodni, fegyverszünetet vagy valamilyen egyéb megállapodást kötni Izraelre. Tehát azért ez azt jelentheti, hogy nekik, ők most tudják, hogy most ennyi volt. Legalábbis remélem, hogy ezt jelenti. Igen, de hát ugye az iráni visszavágás késik egyenlőre. Szerintem nem is lesz. Szerintem sem lesz, ez a közel-keleti stílushoz tartozik, ez a na most aztán. Ilyen még nem volt, ami most lesz, és semmi nincs belőle. Ilyen meg már volt egy párszor példa erre. Úgyhogy hát fogalmunk nincsen, maradjunk abba, mert amit mi látunk és hallunk, azt mindenki látja és hallja. És nem tudom, mióta szokás előre megmondani, na holnap akkor megindulunk Irán ellen. De előre beszokták jelenteni, tudnélik a világtörténelemben, mikor kezdődnek a hadjáratok. És hogy gyorsan az antiszemitizmusra egy fél, hát fél, na jó, többet, mint fél gondolatot azért szálljunk, hogy te szerinted hogyan tudjuk azt, nem mi, hanem a társadalom, és nem csak a magyar társadalom, az európai társadalom is elérni azt, hogy ez a borzasztó erősen mélyre beépült antiszemitizmus kicsit próbáljuk meg enyhíteni. Eltűnni soha nem fog természetesen, nem is kell, hogy eltűnjön, mert emberek vagyunk, de az, hogy enyhíteni ezen. Erre fogok utalni egy mondattal a kérdésembe. Az antiszemitizmus egyik oka, hát Izrael az csak egy ürügy. Ez így igaz. Volt csak még szőnyeg alatt. Na most az oka, tudnék, a századok alatt különböző generációk abban szocializálódtak, hogy a halott zsidó a jó zsidó. Ha meg nem halt meg, akkor surranjon a fal mellett behúzott nyakkal félve. Na most, ha még háború is van, és a zsidók harcolnak, és Nogdácu győznek is, hát ez nincs benne a gyakorlatban, tehát akkor minél, kicsit fekete-fehérbe téve, minél több győzelem Izraeltől, annál nagyobb antiszemitizmus. Hú, behúzott nyak. Ez leginkább ugye a Galutra vonak, érted?
Akkor nézzük, hogy menjünk el péntek este a Kolnidrére, hogy menjünk el szombat reggel a Jom Kipúri egész napra behúzott nyakkal? És miért is fontos most ez, hogy miért is jelentős az, hogy most Jom Kipur valóban a szombatok szombatja lesz? A most Jom Kipur az a szombatok szombatja, a böjtök böjtje, és így tovább. Most, ha már itt van, hadd hozzam föl, ürücsként hadd használjam fel, hogy pont ott tartunk a témába. A mi vallásunk lett emberközpontú az utóbbi időkben, a technika fejlődésével. Hát a szombatoknak, a szombattartás kényelmetlen részének a betartásáról hittestvéreink gondoskodtak különböző technikai kütyükkel, nem fölgyújtja a villanyt, leoltja a villanyt, felegít, fő, stb. Na most ilyen kiperkor vannak tanácsok, hogy hogyan lehet könnyen böjtölni. Ugye nem szabad délután már sokat enni vacsorára, mert akkor nehezen fog böjtölni. Megfelelő időpontba kell, 9 korty vizet kell inni a vacsora után, ez fedezi a 24 órának a folyadék szükségletét. Ez utóbbi, ez inkább babona, mint előírás. Na most a lényeg az, miután a proféta mondja, hogy gyötörjétek testeteket, lelketeket bűnbánattal ilyenkor, na most ezt így lehet kijátszani, hogy azt tanácsoljuk, hogyan lehet nem gyötörni. Tehát ennél rugalmasabb történelmi egyház vallást én nem ismerek. És ez milyen nap ez a Jom Kipur? Segítsünk a nézőknek, hogy gyötörjétek a testeteket, de ez nem egy szomorú nap alapjáraton, kérdezem én. Akkor erre válaszolok, akik szeretik a gyomrukat, azok hosszú napnak hívják. Így igaz. Allási részét hirdetik, az engesztelés napnak hívják. Na most azt mondod, hogy nem egy szomorú nap. Hát ahhoz képest, hogy a halotti ruha imitációnkban üljük, álljuk végig az egész ünnepet, hát ez mondjuk vidámságra nagyon kevés. Fehér színbe öltözik a zsinagóga, tóra ruhák, terítők, egyebek, mint a gyász színe, ez is kevés a vidámsághoz. Arról olvasunk, hogy most pecsételtetik be a következő év, a 10 bűnbánó nap után ki az, aki életben van, ki, aki meghal, mi által hal meg, és így tovább. Ez is nagyon kevés, mint tréfa vagy humorzsák megtöltéséhez. Ütjük, verjük a szívünket ököllel, hogy a Sándubo, Gádnuál, Hétsevo, Tonu, Elhátóim, bűnöztünk, vétkeztünk, aztán konkrétan elmondja, hogy miért bűnöztünk, miket bűnöztünk. Ez se ok az örömre. Megkérdezném, mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy nem egy szomorú ünnep? Mert én kérdeztem tőled. Én ezt nem gondoltam, ezt kérdeztem tőled. Értelek, én tudom, most már megtanultam ennyit a nyelveden is beszélni. Van remény. Mert mikor azt mondja, szolahti, Isten megbocsájtja a bűneinket, amennyiben embertársunktól is bocsánatot kértünk ezzel a feltétellel, tehát Isten megbocsájt. Ezt kérjük, és ő a piút, a költemi szerint meg is ígéri. Ennyiből tényleg, hát nevezhetjük, hát ha nem is vidámnak, de vigasztaló ünnepnek akkor. És mennyiben segítsünk ebben is a nézőknek, hogy mennyiben tér el egy át... Mert ugye most ráadásul szombatra esik Jom Kipur, hogy a Jom Kipur liturgiája mennyiben tér el egy átlagos szombat liturgiájától. Mert ugye tudjuk, hogy a szombatok liturgiája mennyiben tér el a hétköznapoktól, de hogy most ez egy különleges nap lesz. A kántorok és az előimádkozók elégedettségére nem mondtunk ovinum alkénut sáhrisz után, mert szombatra esik. Viszont azt már most el kell mondanom, lehet, hogy nem mindenki tudja, Nílenél, ami még mindig szombat végül is, ott mondunk ovinum alkénut. Aha, aha. Után dacára, hogy még mindig szombat, nem ment ki a szombat.
A liturgiában több embert hívunk föl, ennek nincs nagy jelentősége a tórai olvasmányhoz, mint szombaton, tehát szombati. A többi a tényleg a gábetet, akik a tóraolvasás körül tevékenykednek, tudják, hogy ilyenkor egy-két szó változtatás van a felhívásoknál, a misebérákoknál. Egyébként nagyobb különbség nincsen. A vivés, tehát az utcán, közterületen való vitel, az kivételi Jan Kiperkor is tilos. Na most, hogy szombatra esik, így nincs is alternatíva, úgyhogy nem szabad vinni elvileg. Ugyanúgy a kitli mellett, tehát a, nem mondom, hogy ez a halotti ruha, tudnék, ennek a kitlinek van zsebe. Pontosan. Ami nem arra a célt szolgál, hogy beledugdossanak cukrokat, meg nem tudom micsoda ajándékokat a hívek, mint akármilyen más, de minden esetre annyiban különbözik a kitlitől, annak viszont nincs zsebe, és ez egy közmondás, így is közmondás, ami arra utal, azt mondják, a kitlinek nincs zsebe, nem viszel egy fillért se át a túlvilágra, abból a vagyonodból, ami itt van. Arra kérlek, tehát emlékezzünk arra, hogy a te segítségedet természetesen, hogy hogyan zajlott egy Jom Kipur mondjuk 60-70 évvel ezelőtt. Mert ugye azt gondolom én, hogy ugye már a legtöbb zsinagóga úgy működik, hogy szépen reggel ott vannak az emberek, ugye a kollidre estére elmennek, péntek este, vagy szombat reggel elmennek a zsinagógába, és azért kora délután van, aki hazamegy, ledől egy kicsit, tehát nincsen mindenki végig ott, abban a légtérben. Ez régen nem így volt, akkor mindenki végig volt, vagy akkor is ugyanígy zajlott? Nem 60-70, hanem 70-80 évvel megyek vissza, amikor én a Kazinczy utcai ortodox templomnak voltam a egyik aktív tagja, ott nem tartottak, nem a szünet, most se tartanak, vagy legalábbis eddig nem tartottak minden neológ zsinagógába szünetet a Muszáf és a Mincha között. Például a Hegedűsbe emlékszem, amikor ott szünet nélkül volt, mikor még Lővi Tamás volt ott a főrabbi. Nem tudom, hogy azóta van-e változás, de a Hegedűs erről volt híres. Ami a különbséget illeti a 70-80 és a mostani, ott úgy zajlott le a Jan Kiper kimenetele, hogy a Kazinczyba befejezték ugye a hétköznapi Márival, kizúdult a tömeg, és ahelyett, hogy vacsorázni mentek volna, a Klauzál térre vonultak, ahol kiduslövónet tartottak, ez plusz fél óra, tehát meghosszabbították a böjtöt, megszentelték a holdat. Tehát azért a Klauzál tére, mert a keskeny Kazinczy utcában nem lehetett látni, azért illik ilyenkor látni is a holdat. Tehát volt egy kiduslövóne nevű szertartás. Nem tudom, hogy ma bármelyik körzetben ezt tartják-e. Hát ezt én sem tudom, ezt bevallom őszintén, nem tudom. Az mindig fontos, hogy a rabbi beszéljem. Mert mindig fontos. Sokak szerint, akik azt mondják, hogy nem kell minden héten beszélni a heti szakaszon a rabbinak, azok azt mondják, hogy egyszer biztos kell Rosh Hashanakor, de Jom Kipur előtt kell-e valamit mondani az embereknek, vagy péntek este, vagy szombat reggel délelőtt? Hogy készülsz ebből a szempontból? Jom Kipurról beszélünk most. Igen, igen, igen. Hát a Kol Nidrékor hagyományosan, nyilván minden rabbi, tehát tartok beszédet Jom Kipurkor. Több lesz benne az aktualitás, mint általában szokott lenni a beszédeimben péntek szombatonként. És innentől kezdve szombaton csak maszkír, csak idézőjelben, tehát maszkírról egy néhány szót felelevenítek megint, sajnos aktualizálva, és most
picit cinikusan, csak azért, hogy a te stílusodba beszéljek, Igen. visszasírom azokat az időket, amikor Mászkirkor, Pián Kiperkor a holokauszt mártírjaira emlékeztünk. Sajnos azóta aktuális eseményeknél elesett emberek lelkét és embereket idézhetünk meg. Tehát megújult, hogy úgy mondjam, idézőjelben a Mászkirnak a témája. Ugye az a helyzet, hogy ha jól gondolom, erős egy picit beszélgessünk, hogy így már egy hete mondhatjuk azt, hogy 5785-öt írunk. Abba segítsél nekem, légy szíves, hogy te ugyan rabbi vagy és nem jós, de mégis tudunk valami, főleg Jom Kipur után, amikor azt mondjuk, hogy igen, mindenkitől elnézést kértünk, akit kellett, megkaptuk a megbocsátást, mert megkaptuk a megbocsátást, megtörtént a beírás, bepecsételés, minden, hogy akkor ennek fényében hogyan kezdjük el akkor innentől kezdve akár a jövő hetet, az 5785-ös évet, hogyan próbáljunk meg élni? Talán benne lesz a válasz, ha elmondom, hogy a Rajzsás Sonó beköszönt, akkor a Sejber iskolába voltunk, és a prédikációm előtt már bejelentettem, hogy az áldás szövege, ami a végén van, az egy pici változás lesz, mivel eddig úgy tapasztaltam, hogy mindig az ellenkezője jött be annak, mint amit kértem közösségre. Igen. Egy-két többek között. Az nem jött be tavaly sem. Most nem azt mondtam, hogy most ellenkezőt fogok kérni, hát ha arra játszunk, ugye, hogy hát ha most hazátírozunk. És tettem, vő jó szémlőhó sólajm, ez az utolsó, tehát adjon nektek békét, helyet, azt mondtam, adjon néktek és nekünk háború nélküli időket. Ez, ami, igen. Ez a Pax Romana, tehát a nincs háború, az még nem feltétlenül a békét jelzi. Az egy másik kategória. Ez jó. Köszönöm állapot. Akkor nézzük itt, és akkor ez a Pax Judaica, jut eszembe a Pax Románáról, ez itthon hogyan tudna megvalósulni, mert ránk férne szerintem. Ne kelljen mécseseket gyújtanunk, ne kelljen táncolnunk, ne kelljen megemlékeznünk, és így tovább, ne legyen alkalom rá. Ez a lényeg. Húha, értettem, amit mondtál. Azt gondolom, hogy most nem maradt más számunkra, hogy elmondjuk, hogy mindenki, aki csak tud, sőt, legyen szíves, menjen el péntek este, szombat reggel valamelyik zsinagógába. Tessék a Jom Kipurról részt venni. Nagyon érdekes, nagyon, tényleg egy nagyon érdekes nap. A Kol Nidre este gyönyörű tud lenni. Tessék meghallgatni a rabbik beszédét, úgyhogy mi meg találkozunk Isten segítségével a jövő héten, immár a Jom Kipur után, úgyhogy onnantól kezdve már egy kicsit másképp vesszük a levegőt, reményeink szerint. Úgyhogy nem marad más hátra nekem, mint hogy azt mondjam, hogy Gmárati már tovább. A könnyű bőtöt nem mondom. Tudod, mit ezt nem mondom? Mert ezt igenis sanyargassuk magunkat. Bocsánat, hogy félbeszakítlak. Egy fontos dolgot tartok, vagy én tartom fontosnak. Már Sejber Sándor idejében is így volt, meg azután pláne, akkor Nidre az egyetlen olyan esemény egy zsinagógába, amely idézőben felekezet független. Bizony. Nem csak hittestvéreink mennek el, vagy mehetnek be a zsinagógába, hanem a nem zsidók is, akiket ez érdekel, tudni, hát azért a legnevezetesebb
legismertebb zsidó ünnep, ha nem is a legszentebb, mert ugye a Sábat a legszentebb, de ezen olyan, egyrészt a beszédekben általában, másrészt a légkörben, maga a jelentőségében nem abszolút zsidó központú. Igen, és ezért is fontos, hogy tessék elmenni a Kohlnidrésre, és tessék elmenni másnap a Gergely naptár szerinti másnap, az a szombaton a zsinagógába. Ez egy 25 órás bőtnap, nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy aki szeretné megtapasztalni, szerintem akár azt is megtapasztalhatja. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és Gmár Hatima tovább, és találkozzunk Isten segítségével jövő héten. Ártam, jó bepecsételést, egy jó évre minden kedves nézőnknek is. Köszönöm szépen.